Az épülő wellness központtal szemben renoválja panzióját Zoran Rajak. Arra számít, hogy a közeljövőben sokkal több turista lesz Palicson. Jónak tartja, hogy hamarosan megújul a környék vízvezeték hálózata. A naravno da će to upotpuniti kompletan kompletne sadržaje na Paliću i olakšaće rad. Mislim, nemoguće raditi na septičke jame i na bunare, pogotovo ovi smešteni kapaciteti koji su 20, 30 do 50 ležaja. Paličon az elmúlt időszakban számos utcában építették ki a szennyvízhálózatot. A vezetékes vízellátás azonban még mindig hagy kívánnivalót maga után. Hamarosan az Újvidéki út környékén végeznek majd ilyen munkálatokat 17 millió dinár értékben. Nagyon sokan a magánszállásadók közül örülni fognak annak, hogyha vezetékes vizet is tudnak biztosítani a vendégeik számára, mert ugye a minőséges ivóvíz az nélkülözhetetlen a vendéglátás szempontjából is, természetesen az itt lakó embereknek is, akik nem vendéglátással foglalkoznak, nagy megkönnyebbülés lesz, hogy végre vezetékes vizet tudnak majd a csapból engedni. Szabadka központjában, a Harambasi utcában még Mária Terézia idején fektették le a vízvezeték hálózatot. Ezeket a csöveket hamarosan kicserélik. A beruházások a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkárság támogatásából valósulnak meg. A Harambasi utcában 265 méteren új kanalizációs hálózatot fogunk kiépíteni, 8 millió dinárból, 50%-át a tartomány, 50%-át pedig a városi költségvetésből biztosítsuk ehhez a beruházáshoz. Erre azért volt szükség, mert már a régi rendszer, a régi hálózat előregedett, ugye itt falazott kanalizációról és azbestcsövekről is szó van. A víz- és csatornahálózat munkálatai mellett Szabadka dűlő utak javítására is nyert eszközöket. 10 kilométer ilyen utat rendeznek majd, mintegy 50 millió dinár értékben.